Tánccal és énekkel kezdődött a Tamási Áron emlékév keretében megtartott rendezvény Hertelendi falván. A Tamási Áron 125 emlékévet a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága hirdette meg. Nagy öröm számunkra, hogy mi is ennek részesei vagyunk, mert itt Vajdaságban mi egyetlen egyesület az, aki a Tamási Áron nevét viseli. Én elmondhatom azt, hogy az idén volt még szerencsénk, hogy a júniusban voltunk Farkaslakán, és szeptemberben a Tamási Áron születésének a megünneplésén is voltunk ott, hogy egy ilyen részesei voltunk ennek az egész sorozatnak. A világ bármely pontján élő magyar összetud kapcsolni. Hadnagy Gyolán, a Székelyföldi Egyesület elnöke, Tamási Áron életének kiváló ismerője, az író szülőföldjéhez való kötődéséről tartott beszámolót. Egy nagy öröm számunkra, hogy Tamási Áron emlékév volt az idén. Sok lehetőséggel, sok élménnyel, sok találkozással, és igen, számunkra is jobban nyílott az a csodálatos világ, amit Tamási Áron jelent. És Tamási Áron nevében többen megfoghattuk idén egymásnak a kezét. Fiataloknak is felcsillant egy-egy Tamási gondolat után a szeme, és néptánctábortól vetélkedőig sok-sok esemény igazolta azt, hogy milyen tartalmas tud lenni egy emlékév. A Tamási Áron 125 emlékév jelmondata nincs módunkban kitérni a hűség elől. Központi üzenete a szülőföldhöz és a magyar nemzethez való hűség. A program lebonyolításának megbízottja a Budapesti Magyarság Háza. A mai nap is egy nagyon fontos, ha nem is azt mondom, hogy az emlékév fő eseménye, de a koronájának egyik égköve, hiszen 61 éve működik itt a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület, amely 69 óta a nevét viseli a nagy székely magyar írónak, jelezve azt, hogy számukra fontos a székely magyar öntudat, és hogy ebben erősítik egymást Tamási és ez a kis közösség itt Hertelendi falván. Én azt gondolom, hogy ennél szebb előzárása nem lehetne ennek az emlékévnek, hiszen a nagy záróeseményünk nem sokára december 17-én lesz, 16 órakor Budapesten az első egész alakos köztéri szobra kerül felavatásra, amelyet Kövér László házelnök úr fog felavatni. Kísérő programként Tamási Áron életét bemutató képkiállítás is nyílt, amelyet a Magyarság Háza sok más helyszínen is bemutatott.